de közel van a fejem, sziasztok! Nagyon, hú, ne! Hallgassatok ti is crossfitet! Reklám vége! Őszinte leszek veletek, ezt a videót már egyszer felvettem, de nagyon rossz lett. De most kicsit belejöttem, szóval úgy döntöttem, hogy ha már ennyire jól ment az előző két videó is, amit felvettem, akkor felveszem ezt is újra, és akkor jobb lesz nektek az életetek, esküszöm. Szóval ezt a csodálatos videót egyébként az Infected Candy támogatta, ami egyébként így tök reklámnak hangzik, de eddig is tőlük vettem a festékeket. Szóval igazából ugyanott vagyunk, csak jelenleg megkaptam a festéket, és meg tudom nektek mutatni, és ez marha jó. Eredetileg ez főleg egy ilyen két új hajszínező bemutató videó lesz, viszont én mindenképp szeretnék kitérni az eddig használt színekre tőlük, mivel nagyon-nagyon sok színt próbáltam már a Directions-től, és kifejezetten a Directions-re eddig nem volt még külön videóm, hogy elmondjam, hogy mi volt a véleményem egy a színekről. Infected Candy minden információt lent majd megtaláltak a leírásban. Directionsről fogunk beszélgetni, ami egyébként egy hajszínező. A hajszínezőről ugyebár azt kell tudni, hogy természetesen csak és kizárólag szőkített hajon mutat jót. Szóval ne kérdezzétek meg, légy szíves, 6001-ére is, hogy ez sötétbarna hajó mit fog csinálni, mert semmit, és ez nem a festék hibája, hanem a hajszínező dolog az egy ilyen dolog. Előszőkített hajon kell őket használni, és egyébként a kezemben tartott két szín kifejezetten igényli majd a szépen előszőkített hajat. Mivel hogy két kifejezetten világos színről beszélünk, ezáltal azt is elmondtam, hogy nem az én fejemen próbáltuk ki, mivel sajnos az én általam preferált színek általában sötétebbek. Szóval nem szerettem volna túl világos hajat, csak azért, hogy kipróbáljak egy ilyen festéket, ezáltal sajnos nem az én fejem mellett kipróbálva, viszont mind a kettőt személyesen próbáltam ki én a barátaim haján. Az egyiket egyébként az én hajamon próbáltuk ki, csak tudtam, hogy át kell majd festeni, mert nekem nem fog tetszeni. Szóval arról már csak láttak egy kis képet, mielőtt még átfestettük más színre, amit most láttok egyébként, ez így Directions, ami most a fejemen van. Szóval kezdjünk is bele. A két szín, amit be fogok nektek mutatni, nem más, mint a Wisteria, ami egyébként egy nagyon-nagyon durván pasztel szín, szóval őt csak is kizárólag nagyon fehér hajra tudom ajánlani. A másik pedig a Denim Blue, amit egyébként egy ilyen szürkés, farmeres színként képzeljetek el. Ez is a világosabb festékek közé tartozik, de neki azért egy picikét több színe van, mint mondjuk a Wisteriának. A Wisteriát egyébként kipróbáltam egy tincsen a hajamon, amikor frissen volt szőkítve, és őszintén szólva imádtam, csak amikor újra festettük a hajamat, elfelejtettem mondani, hogy amúgy azt szeretném megtartani, szóval az is be lett festve, de nem baj. Amúgy is szerintem már nem mutatott volna olyan jól ilyen sötét alappal ez a kis nagyon világos pasztel szín itt elől. De egyébként a Wisteriát tervezem majd használni, amikor elkezd kapni a hajam, akkor szeretnék egy ilyen világos tincset bele, ami picit olyan, mint amikor az ember elkezd őszülni egy foltban, tudjátok. Szóval a Wisteriát meg a Denim Blue-t is szerintem arra a kis tincsre mindig kenegetni fogom, mert egyébként nagyon jó színekről beszélünk. A Wisteria azért vicces téma, mert telibe pont ezt a színt keverem ki az egyik barátnőmnek a hajára állandóan. Csak két különböző festékből, és ez telibe az a festék igazából, amit én keverek neki. Tök király, nagyon-nagyon tetszett a színe. Tényleg egy ilyen kékes, pasztelles dolgot képzeljetek el, viszont mind a kettőről tudni kell, hogy mivel mégiscsak egy világosabb színről beszélünk, ezért a fedése nem túl jó, ami azt jelenti, hogy amikor festetek, érdemes tényleg nagyon szép egyenletesen leszőkített hajra felvinni. Ha ezt nem tudjátok megoldani, akkor inkább használjátok sötétebb festékeket, meg sötétebb árnyalatokat. Szintén, amit még szeretnék elmondani a pasztelszínekről, az az, hogy ugyebár nagyon gyorsan kopnak, de ez ilyen tök logikus, hogy ha alapjáraton egy nagyon világos színt viszel fel a hajadra, akkor hamarabb ki is kopik, mert mégiscsak kevesebb szín van, meg pigment van a hajadban. A Wisteriát közben láthatjátok is, hogy éppen festem, amit még észrevettem nála, hogy érdemes ezért kétszer átmenni a hajon vele, mert akkor lesz igazán erős színe, de itt megint csak bezavar az, hogy én nem szeretem a pasztel színeket, és minden bizonyal az a szín alapjáraton egy alkalom után is szép volt, csak én személy szerint nem bírom elviselni, ha valami nagyon-nagyon világos és nagyon-nagyon pasztel. Szóval én kétszer mentem át a barátnőm haján vele, és akkor tetszett nekem igazán a színe, de amúgy egy alkalom után is azért befogta a hajat, de nehogy azt higgyétek, hogy nem, csak neki egy kicsit rosszabb volt ez alapja. A Denim Blue-t az még nagyon szívesen rákenném egyébként valakire, mert az én hajamon valahogy ilyen nagyon szürkésnek hatott, de utána, amikor rávittük a másik festéket, akkor valahogy így élénkebb lett, ami tök vicces, mert hogy amúgy az alapfesték sem egy élénk szín, amit rávittünk, szóval szerintem vagy nem tudom, de ez a Denim Blue szerintem nagyon-nagyon sok meglepetést tartogat még az életembe. Fogom próbálgatni, mert szerintem ő egy nagyon-nagyon különleges szín. Ha használni fogjátok, könyörgöm, küldjetek nekem képet róla. Nem ennyire szürkére számítottam, bár egyébként alapjáraton a farmer szín is egy szürkésebb dolog, tehát igazából azt fogod kapni, amit vettél, szóval semmi gond nincs vele.
Én picit egyébként sötétebbre számítottam tőle, és nagyon meglepett, hogy ilyen világos lett, de igazából itt tud érvényesülni a szín, szóval ezzel nincs abszolút probléma. Ennél szintén azt tudom elmondani, hogy a fedése nem volt olyan jó, mint mondjuk az általam preferált színeknek. Ez például ugye én a Midnight Blue-t nagyon szeretem, annak például a fedése az ilyen 100%-os, ez rákened valahova, és akkor ott van. És szerintem nagyjából ennyit is szeretnék elmondani erről a két festékről külön, viszont szeretnék beszélni a többi színről, amit használtam már ettől a márkától, ami egyébként nagyon sok. Használtam tőlük pirosat a barátnőm haján, a poru haján egyébként. Gyönyörű pirosaik vannak, az egyik legszebb piros volt az, amit általában az ő hajára használtunk. Sőt, igazából az Arctic Foxon kívül szerintem a legszebb piros, amit használtam. Életemben, szóval a Directions az egy abszolút jó és elérhető márka, szép színekkel. Pirosból is használtam tőlük egyébként, hogy három különböző árnyalatot, mind a hárommal meg voltam elégedve, szóval egyszerűen csak vegyétek meg, amik a legszimpatikusabb belőle. Használtam már tőlük kétfajta pinket, azt hiszem a Flamingo-t meg a Carnation pinket. Ők ilyen nagyon-nagyon menő neon pinkek lettek, gyönyörűek voltak, még annó fiatal koromban használtam egyébként ezt a két színt. Akkor is abszolút meg voltam vele elégedve. Mit használtam még? A türkiz az volt életem színe. Ha találok képet a türkiz időszakomból, akkor ide beteszek egy képet róla. Imádtam. Tehát a leggyönyörűbb szín a Directions türkiz, amit én valaha életemben láttam. Imádtam. Évekig voltam egyébként türkizhajú általa, és mindig meg voltam vele elégedve. Még amit tudni kell, amúgy a Directionsnek, hogy elég sűrűk, viszont ezáltal tök jól tudnak fedni. De könnyebben fogynak, szóval érdemes azért többet rendelni belőle, amikor festetek, hogy nehogy véletlenül meglepődjetek, mint például én most a Neon Blue-val, hogy a felét a fejemre kentük, és igazából csak tövét festettük be. Szóval igen, figyelni kell az ilyenekre nagyon. Ami még jó a Directionsben, hogy a színeknek a 6 millió árnyalatát megtaláljátok, tehát ha esetleg nagyon válogatósak vagytok, akkor is meg fogjátok találni azt a szint, amit kerestek, mert van mondjuk a kéknek vagy 10 árnyalata náluk. Szintén használtam, Atlantic Blue lehetett, fogalmam nincs, úristen milyen blue volt. Pillanat, már is rákeresek, csak mert annak olyan színe volt, mint a lassos interdarktik fürdőbombának, egy másik barátnőmnek a haján próbáltuk is, úristen, faggörcsöltem felette, mert pont úgy nézett ki, mintha egy fürdőbombát robbantottál volna ki a fején. Gyönyörű volt. Jó, hogy ezt kinyitottam, mert így most látom magam előtt a színeket. Szóval, a Lagoon Blue és az Atlantic Blue mind a kettő gyönyörű volt. Úristen, eszméletlenül csodálatosak voltak azok a kékek. Használtam még belőle lilacot is, nem, lavendert használtam. A lavendernek gyönyörű, tehát tényleg ilyen töménytelen lavendula színe van, imádom, de viszont az is egy pasztelesebb szín. Használtam még a plumot is, meg a violetet is, mind a kettő lila. Abszolút meg voltam vele elégedve egyébként a liláikat. Alpine Green-t is használtam belőle, az egy ilyen fenyőzöld, legszebb fenyőzöld, mármint tényleg amit valaha használtam, pedig abban is próbálkoztam. Spring Green-t is használtam tőlük, azt utáltam, de azról nem a festék tehet, mert alapjáraton nem az a zöld volt, amit én kerestem, de amúgy annak is tök jó színe volt. Ilyen fűzöld volt egyébként egy picikét, az nekem az egy kicsit ilyen lehangoló volt, mert nem szeretem a fűzöldet. Én vettem rossz színt, tehát arról nem ők tehetnek. Viszont van nekik Apple Green, az viszont almazöld, na azt imádtam megint csak. Használtam tőlük a feketét, amikor még nem voltam benne biztos, szeretném ezt a fekete tincset a hajamba, akkor egyébként ebony színezővel festettem át. Ebonyról azt kell tudni, hogy viszont egy-két mosás és komplett eltűnik a feketesége, és kék marad. Viszont ha napjáraton kék hajat szeretnétek, és szeretnétek megszopatni az embereket azzal, hogy úgy néz ki, mint a feketére festetétek volna a hajatokat, akkor szerintem nagyon vicces. Ha viszont nem vagytok benne biztos, hogy fekete hajat szeretnétek, akkor egy tökéletes dolog, mert ki tudjátok próbálni, hogy mennyire illene nektek a fekete, utána igazából egy ilyen kékre fog kimosódni, tehát amúgy is élénk volt a hajatok, akkor nem fog rajta rontani. Szóval én nagyon-nagyon szeretem az ebonit, és most hirtelen ebből, amit látok, ezeket használtam. Ajánlom nektek abszolút a Direction, itt tudtok is Magyarországon egyébként rendelni, ebben szintén ez a különleges, hogy nem az a válaszom erre, amikor megkérdezitek, hogy honnan kell rendelni, hogy figyú, Amerikából rendelem, ki tudja XY helytől. Itt van majd minden információról, a Infected Candy oldal, link a leírásban, és akkor rendeljetek bátran, tényleg 100%-osan tudom nektek ajánlani, én is tőlük veszem a festékemet évek óta, tehát ez tényleg most egy ilyen, inkább csak szerencse, hogy így alakult ez a dolog. Ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy azért nagyjából élvezhető volt a halandzsám, és találkozunk a következő videóban, akármi is lesz az. Sziasztok!